A német nemzetiségi oktatás a Munkácsy Mihály Általános Iskolában idén 9. évébe lépett. Az évente megrendezett német nemzetiségi hetek záróprogramja egy színvonalas kiállítás volt. A tárlatot dr. Hauber Károly nyitotta meg, aki beszédében kihangsúlyozta, a Magyarországon élő németek múltja összefonódik a magyarságéval, ezt közvetíti az iskola is. A német nemzetiség értékeit őrző tárlat megnyitóján az iskola néptánc csoportja is közreműködött. 2200 kilométer távolságból hozták az örmény kultúra egy szeletét Pápára a jereváni ifjúsági néptánc együttes tagjai, akik a Jókai Mór Művelődési Központ színpadán adtak ízelítőt hagyományaikból, táncaik, dalaik világából. Az 1998-ban alakult együttes színes viseleteivel, a hétköznapokat és az ünnepeket egyaránt megjelenítő táncaival mutatta be Örményországot a közönségnek, melyet Gehán Manukyám előadó művész dalai tettek teljessé. Múlt pénteken volt az első program, a Vetélkedő, mely sok diákot megmozgatott. Szintén a projekt része egy 9 foglalkozásból álló szakkör, ahol a tanulók a fából készült termékek előnyeivel és az erdei környezet adta lehetőségekkel ismerkednek játékos, érdekes formában. Tegnap délután fát is ültettek a szakkörösök, ez is a feladatokhoz tartozik. Az iskola aulájában azok a természetes anyagokból készült díszek láthatók, melyeket a gyerekek alkottak a projekt kapcsán. A szakkörre azért jelentkeztem, mert nem csak a tananyaggal foglalkozunk, hanem nagyon sok érdekes dolgot megtudhatunk, és ezt ma is szeretnénk köszönni Katinének, hogy ilyen érdekes feladatokkal készül nekünk.